Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, igen. Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión Mihálovics Andrással. És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok a hallgatókkal, aki vitatkozik a Andrással és András a hallgatóval. Igen. 0-30-20-10-9-0-9. Azt írja a hallgató, nekem a logika az diktálná, hogyha csökken a bevétel és ezáltal szűkül az újságírók piac, akkor első körben a nem minőségi újságírók hullanak ki. Így nem, hogy romlik a minőség, hanem pont javul. Nem lehetséges, hogy az elmúlt 50 évben higult fel nagyon a szakma? Az utolsó rész, az is, abban is biztos, hogy van valami, tehát hogy felhigult a szakma az 50 évben, de pont nem így van. Ugyanis azt a mennyiségű egyrészt azt a mennyiségű cikket elő kell állítani, amelyik szükséges egy laphoz, és a jó cikkekhez, meg ami igazán nagy és fontos cikk, ahhoz idő kell, ez a kettő ellentétben van egymással. Egy, kettő. Mennyire torz a piac? A menő újságírók keresik a többet, ha le kell építeni valakit, akkor a több pénzeseket szokták mennyire leépíteni. Mennyire torz a piac? Nagyon. Úgy van, ennyi. Majd ezt egyszer megbeszéljük, a médiapiacnak a torzító hatásait és azt, nagyon nem így van, hogy a hallgató ezt a saját, és most nem hazabeszélek, de ezt ugye lehet látni. Aki tehetséges újságíró, az elmegy máshova, mert ott is meg tud élni. Sajnos, és sokszor van olyan, és most nem megbántva azokat a kollégákat, akik most a frontvonalban dolgoznak, de nagyon sok olyan van, aki nagyon kevés pénzért dolgozik, és gyakorlatilag fát vág. Favágás. Annyit is. Na, ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert ezzel fogunk foglalkozni. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Azt írja a WWF Magyarország, hogy sürgetik az erdőgazdálkodásért és természetvédelemért egyaránt felelős agrárminisztériumot, hogy tegyen lépéseket a hazai nemzeti parkokban folyó gazdasági célú fakitermelés visszaszorítására. Olvasom. Igen. Kérem. És hát azt gondolnánk, hogy a nemzeti parkokban őzigék legelnek, nem. Ősvadon van, és mind oda az út természet utolsó menedéke, és David Attenborough alig várja, hogy letérdelhessen egy vörös hangyaboly mellé. Kérlek szépen, még a Duna-Dráva nemzeti parkban is van ilyen, és az embert így néha a szívszél hüdés kerülgeti, amikor meglátja. Mindenesetre Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője ezt jobban tudja, mint mi. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, szervusztok! Hát ez egy ilyen skizoid, nem, helyzet, hogy eleve nincsen környezetvédelmi minisztérium. Ugye most azon megy itt a polémia, hogy milyen minisztérium nincs Magyarországon, de környezetvédelmi már nincs jó régóta. Viszont van egy agrárminisztérium, és alá tartozik mind a két részleg. Hát igen, ez egy kicsit ilyen kecske és káposzta helyzet, hogyha szabad így fogalmazni. És hát ennek a nemzeti parkok is megiszták a levét. Bár ugye hozzá kell tenni, hogy ez azért hosszú évtizedek óta így van már. Tehát ahogy mondtátok, egy nemzeti parkról az az ember képe van, egyébként sok helyen a világon tényleg ilyen egy nemzeti park, hogy ott aztán nincsen. Hát fakitermelés főleg nincs, de sok más káros tevékenység sincs. Nálunk ez sajnos, amióta léteznek nemzeti parkok, ez nem így működik. Ugyanúgy zajlik többek között az erdőgazdálkodás mind a 10 nemzeti parkunkban a 70-es évek óta gyakorlatilag, mint ahogy előtte. Tehát vágjuk a fát. Oké, de tegyük ezt tisztába, László, hogy az erdőgazdálkodás alá, tehát ez a gazdasági célú fakitermelés, meg az, hogy az erdőt egészségesen tartjuk, az más. Igen, lehet ilyen különbséget tenni. Alapvetően nálunk a gazdasági célú fakitermelés, az erdőgazdálkodás az, ami szinte mindenhol az erdő 99%-án történik. Az a típusú fahasználat, ami mondjuk úgy, hogy a növényzetnek a karbantartása, ami egy nemzeti parkban még éppen elképzelhető lenne, az nem nagyon jellemző. Tehát, hogy csak azért vágunk fát, hogy mondjuk az idegenhonosokat eltávolítsuk, igen, hogy minél gazdagabbá váljon az ökoszisztéma, ilyen nem nagyon van. Tehát amikor fát vágunk, amikor azt látjuk, hogy
a turistaút mellett fel van halmozva a faanyag, annak gyakorlatilag gazdasági célkitűzései van. Az a kérdés, hogy egy nemzeti parknak miért kell gazdasági célkitűzéseket mérlegelni? Azok az emberek, azt gondolom, hogy ott, akik ott dolgoznak, azok értenek ahhoz, amit csinálnak, ezért dolgoznak ott. És akkor ők ezt nem látják, hogy ez egy nem jó irány? Hát ugye két részből áll a dolog. Az egyik, az a talán fontosabbik rész az az, hogy a legtöbb erdő, ami nemzeti parki területen van, azt nem maguk a nemzeti parkok kezelik, hanem az állami erdőgazdaságok, amik ott felelősek ezért. És tulajdonképpen egy ilyen alkú folyamat zajlik szinte minden nemzeti parknak minden hektárján, hogy mit szól a nemzeti park ahhoz a fajta fakitermeléshez, és mit szeretne az állami erdőgazdaság. És hát általában, illetve hát az esetek túlnyomó részében az történik, amit az erdőgazdaság szeretne. De ugye van egy olyan része is a dolognak, hogy vannak azért erdők, amikben a nemzeti parkok gazdálkodnak. Itt hozzátartozik az igazsághoz, hogy maguk a nemzeti parkok is vágják a fát. Hát ennek más okai vannak, általában ugye az ültetvények azok, amiket ők ilyen célra használnak. Ez ilyen alá-fölé rendeltségi viszony, vagy hogy rendre az erdőgazdaságok kerülnek ki ebből a vitából? Ez egy alá-fölé rendeltségi viszony, de itt az ágazatok között van egyfajta ilyen fajsúlybeli különbség, tehát az elmúlt évtizedekben ezt még mindig nem sikerült igazán helyére tenni. Lényegében az erdész ágazat az a természetvédelem célrendszere fölött működik. De van ez a biodiverzitási stratégia, amit tavaly fogadott el, ugye egy közös célkitűzés, az Európai Unió közös célkitűzése. Ennek értelmében ugye van egy minden terület, minden tagállamban egy terület, amit vissza kell adni a természetnek. Igen, tulajdonképpen itt várakozó állásponton vagyunk mi is, hogy ezt hogy fogjuk Magyarországon megvalósítani. Itt nagyon komoly vállalásokról van szó, arról nevezetesen, hogy az adott ország területének a 30%-át védették el nyilvánítani. Ebben egyébként nem állunk olyan rosszul, mert ugye elég sok védett terület van. Ami érdekesebb, hogy a szigorú védelem alávonás az is egy 10%-ot el kell, hogy érjen. Hát ebbe ugye, és egy szigorúan védett területen azt aztán nem elképzelhető ez a fajta nyersanyag hasznosítás, ami most nálunk mindenhol jellemző. De ez nem gumiszabály, ez a védetté nyilvánítás? Mert oké, van, érted, védetté van nyilvánítva, de erdőgazdálkodás folyik. Igen, ez egy sajátos ellentmondás. Én is azt gondolom, hogy egy átlagember azt gondolná, hogyha védett erdőben járat nincsen fakitermelés. Hozzánk is sokszor bejönnek olyan megkeresések, hogy mi történik, ez van illegális dolog, amit ők látnak mondjuk a Büki Nemzeti Parkban. Mi nekünk pedig el kell mondanunk, hogy nem illegális, hanem gyakorlatilag védett, sőt fokozottan védett területen is Magyarországon a fakitermelés hagyományos módszerei teljesen napi gyakorlat. Igen, még egy dolgot tegyünk tisztázva, a fakitermelés nem feltétlenül rossz dolog, tehát nem a fakitermeléssel van a baj, ezt hangsúlyozzuk, mert van fenntartható erdőgazdálkodás, meg kevésbé, meg iparszerű, ami kevéssé fenntartható. Azt gondolom, hogy az erdészeknek megvan a védekezésük ezekre a jelenségekre, hogy most kell vágni, mert a klímaváltozás átrendezi majd az erdők képét. Hallottam én ilyet. Vagy most kell vágni, mert telepítünk helyette majd újat. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, ezek mennyire méltányolandó ellenérvek? Természetesen az erdész ágazatnak a működése az hosszú évszázados múltra tekint vissza, és nyilván a fenntarthatóságnak az alapjai benne vannak abban, ahogy Magyarországon a faanyag termelés történik, tehát senki ne gondoljon bármiféle rablógazdálkodásra, ilyet nyilván egy zöld szervezet sem állít. Mindössze azt állítjuk, hogy egy nemzeti parkban olyan területeknek kellene lenni, ahol nincsen ez a hagyományos fakitermelés, erdőgazdálkodás, hanem lényegében a természet úgy működik, ahogy annak működnie kell, meg lehet. Az ott élő fajoknak megmarad az a teljes élőhely
összetett élőhelyrendszer, amiben nincs meg ez a fajta bolygatás, amit amiről most beszélünk. Tehát egy kicsit ugye természetesebbé tehetnénk az erdeinket, és távolról sincsen arról szó, hogy mondjuk a 2 millió hektárnak a nagy-nagy részét szeretnénk mi őserdő állapotban látni, mert ennek nincsen meg a realitása, de ugye mind a 10 nemzeti parkban néhány ezer hektárt azt ilyen kvázi vadonként lehetne, sőt kellene fenntartani. Hát ha pár ezer hektárról van szó, akkor pedig a gazdasági jelentősége az itt kitermelt fának nem is olyan nagy, gondolom én. Már az összképhez képest, akkor nem értem megint csak, hogy akkor ezt miért nem lehet egy tolvonással azt mondani, hogy jó, akkor innentől így lesz. Tehát ennek nemzetgazdasági szinten gyakorlatilag keresztítési hibáról beszélünk, vagy még annál is parányibb összegekről. Itt egyszerűen arról van szó, hogy az állami erdőgazdaságok, ebből 22 van jelenleg az országban, nem igazán mondanak le pár ezer hektáról sem. Tehát az eddigi egyeztetések során ebben nem sikerült igazán előre lépni. És bevételkényszerből, vagy miért? Mert ezt is hallom én időnként, hogy nekik, és a vadgazdálkodásra is igaz, ez nem csak az erdőgazdálkodásra, a hatodik haszakad nekik, megvan a tervezés, úgy működnek, mint egy hagyományos gazdálkodó szervezet, nekik ekkora árbevétel növekedést, nekik ekkora profit növekedést kell elérni. Ez lehet az oka, és akkor ott tényleg minden filler számít, ha ez így van. Lényegében erről van szó. Annak ellenére, hogy növekedett az elmúlt években ugye a védett területeknek az aránya, meg a Natura 2000 területek aránya, a fakitermelésnek a volumene az nem csökkent, és ennek ez az oka, hogy van egyfajta elvárás valamennyi erdőgazdasággal szemben, hogy ennyit és ennyit ki kell termelni. Ha ezt nem teszik, akkor nyilván annak ilyen negatív következményei vannak. Ráadásul most nem túl jó a piaci helyzet, elég csak ránézni a faanyagok árára az építőiparban. Nem félő az, hogy felpörögnek az ilyetén jellegű fakitermelések Magyarországon? Mert írdatlan pénzeket kell kifizetni az építőipari faanyagokért. Nyilván a faanyagra időnként nagyobb igény keletkezik, ugye ez a mostani háborús helyzet is ezt vetíti előre. Beszéltem alföldi erdő gazdálkodóval, aki azt mondja, hogy mindent megvesznek gyakorlatilag a lakosok. Ennek ellenére nem tekinthetünk el attól, hogy az erdőket meg kell tudnunk őrizni legalább egy részüket működő állapotban, és nem lehet őket a végletekig kihasználni, akkor sem, hogyha a piaci körülmények ezt szorítanák. Ez egyszerűen a túlélésünknek a záloga. Hát jó, szurkolunk akkor nektek, illetve annak, hogy átmenjen ez az egész biodiverzifitási programnak a stratégiának a hazai alkalmazása, implementációja is. Köszönjük szépen, hogy időt szántál ránk. Jó munkát kívánunk. Köszönöm nektek is. Szervusz. Szia, szervusztok. Hát nem sok jó hírrel szolgált, de legalább felhívta a figyelmet arra, hogy mi történik Magyarországon erdőgazdálkodási, erdőkonzerválási szempontból. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladékgazdálkodásban otthon. Következzen egy zene, a Millás reggeli saját választása.